annyi, hogy miközben letoltam egy babfőzeléket valódi pörköltel, mind a közben a fellegekbe jártam. Ez olyan, mint amikor Cher és Delusa John egy színpadon zenél. Minden van benne, fent és lent. Én sajnos nagyon finoman egy hosszú emlőre rácsatlakoztam, de ez nem gond. Egészen 42 percen keresztül chip leaderként itt voltam, egy picit örült a fej, majd a végén ért egy széthasznált kasznival kiléptem az asztaltól. A legnagyobb vesztőim voltam, és ennek ellenére ajánlom mindenkinek, akinek legalább 1 gigabájtra nagyobb kapacitása van agyban, mint nekem. Én ilyen bekötött szemmel megyek és szétfejelem a falat, jelszóval, meg erőbedobással nyomom, de az nem volt jó. Itt kicsit, bár Peti barátom, aki már ugye championship, tehát világbajnok, tehát World Championship, ő mondta, hogy ne levi teljesen felesleges, én azért bementem, és így nagyon finoman megéreztem azt, amit senkinek nem kívánok. Ez olyan, amikor Dévényi Tibi elkezdte a szakmáját, nagyon sokan mondták neki, ez az Tibi, ne csináld, és ő mégis csinált, és látjátok, hogy milyen sikert ért el. Ugyanezt tudom itt is mondani, lassan, lassan, finoman, és akkor senki másnak nem jut ideje beszélni. Na, ezt szerettem volna elmondani. És aki vágni tud ebbe a riportból, én fölajánlom a nyereményemet. Most pedig, kedves gyerekek, nézzük gombot, hartult, mit mond Tibiként. Tehát én szép csendesen mentem előre, és örültem, hogy Peti itt mindig nyugtatott az elmúlt partikban, hát ugye most a 4., 5., 6. hétnél tartunk, hogy nem kell az elején elkapkodni. Tehát ezt most látom, amikor az ember tényleg úgy érzi, hogy bizserek, és most be kéne menni, akkor amíg a lap, hogy 8-2, meg dáma 2-es különböző színben, azt el kell dobni, és meg kell várni, amikor jön. Persze a pókerni nem csak az a fontos, nekem jó lapul, hanem másiknak is, hogy be tudjon menni. Tehát azt a lélektani pillanatot, én most szerencsés voltam, mert bekerültem az első 5-be, és így hát a fantasztikus nyereményemnek már rögtön beszálltam egy gépkocsi vásárlásban. Mennyi ez a nyeremény, mondjuk? $20 volt jelen pillanatban ez a nyeremény, és hát még egy picit hozzá kell tenni, de Levin barátom azt mondta, hogy a 4. gyereknél, aki szurkolom nekkor, segíteni fogja Tibi bácsit egy gépkocsi. Erről van szó. Köszönjük. Két dilettáns vélemény után nézzünk egy szakmai. Na, hát igazából nagyon felemás volt a Levi játék először is, mert nagyon jó meglátásai voltak, de amikor már nagyon jól állt, akkor nem akart abba hagyni a játékot, és amikor mondtam neki, hogy álljon meg, és már ne játszon annyi lappal, nem annyira hallgatott rám, és azt mondta, hogy inkább megnézi. Ez igazából teljes barom. Ez is okozott ahhoz, hogy ez is vezetett ahhoz, hogy kiesett, de azért szerencsésen volt annyira az jó oldalán, mert egy coin flipet, aztán meg még egy másik hasonló részt bukott, de előtte viszont nagyon sokáig vezette a sitengót. Igen, tulajdonképpen igen. Tibi bácsi meg nagyon kiegyensúlyozottan játszik, nagyon jól hallgat rám Levivel ellentétben. Én azért izgatottan várom mindig a Peti véleményét, mert volt egy osztályfőnököm a középiskolák, a matek tanárom volt, és most összefutott, hogy véletlenül ő az unokája, és amikor itt találkoztunk, ez nekem egy bizarr emlékeket juttatott eszembe, akkor matekból Magdi néni kihívott, és álltam, néztem, és egyszer nem gondoltam, hogy az unokája is mond valamit, és csak nézni fogok. Szóval azt hiszem, a világ történelemben ez ritkán fordul elő. Na, játszunk még egyet akkor? Persze.